2017 nyarán Tolna megye több településén elkezdték kidolgozni a helyi klímastratégiákat. A megyei önkormányzat által irányított munkára 30 millió forintot költöttek. Ebből a pénzből felmérték a települések helyi sajátosságait, például a domborzatot, a természetes vizek állapotát, az épített környezetet és az ipari létesítményeket is számba vették. Az összegyűjtött adatokról már akkor tudni lehetett, hogy nagyon sok mindenre, például a mezőgazdasági termelés hatékonyabbá tételére tudják használni. A Tolna megyei önkormányzat képviselői pénteki ülésükön most a stratégiához kapcsolódó újabb fontos döntést szavaztak meg. Eszerint hamarosan létrehoznak egy úgynevezett klímairodát. Szemléletet szeretnénk formálni, és úgy a fejlesztéseket, amik a megyében, vagy amik vannak már elképzelések a megyében, ezek mind-mind úgy próbáljuk már megoldani, hogy illeszkedjenek az elfogadott megyei klíma stratégiához. Itt gondolok körkörös gazdaságra, gondolok talajerózióra, gondolok a légkörvédelmére, gondolok okos energiafelhasználásra. Ez indokolta az úgynevezett klímairoda létrehozását, ami tulajdonképpen egy munkacsoport felállítását jelenti. Ebben a megyei önkormányzat munkatársai és főként környezetvédelmi szakmérnökök dolgoznak majd együtt, a cél pedig a szemléletformálás lesz. Önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, a gazdasági élet szereplőivel, vagy a klímastratégiában is szerepel, fel kell, hogy vegyük a kapcsolatot. Ezek iskolákat nem is kifejtettem, de alapvetés az iskola is, hiszen szemléletet szeretnénk formálni. A klímairoda néhány héten belül megkezdheti a működését.